Megrendezésre kerül az a hagyományos disznóvágás Csíkcsicsóban, amelyet testvérfaluja Bogyoszló indított 5 évvel ezelőtt. Az eseményen különböző vidékek disznóvágási szokásait szemlélhették meg a falu lakosai. Nagy sikere van a rendezvénynek, nem csak a gasztronómiai, hanem az emberi kapcsolatok miatt is. Lelket lehet ez a rendezvénysorozat a testvértelepülések kapcsolatába. Fogalmazott Bece Attila, Csíkcsicsó polgármestere, a szombati disznóvágás kapcsán. Péter Lukács, az egyik szervező elmondta, az itteni rendezvény megszervezésében oroszlán része volt a helyi önkormányzatnak, illetve a közbirtokosságnak. A Böllér találkozót 2009-ben Bogyiszló önkormányzata kezdeményezte a testvértelepülései közötti kapcsolat erősítésére, valamint tapasztalatcsere céllal a sorra járó disznóvágást. Thank you.
Az előző években rendre megvalósult Bogyiszlón, Törökfaluban, Csernátonban, Schlitzben a beütemezett disznóvágás, ahol Csík-Csicsó is mindig képviseltette magát. A hagyományőrzésről is szól ez a rendezvény. Évről évre, ahány falu, annyi ház, annyiféle disznóvágási és feldolgozási szokás. Az egyik rénfán veszi fel a disznót, mint például a németországi sliciek, a csicsóiak felvevő deszkán, a csernátoniaknak pedig nem kell asztal. A feldolgozásnál is tapasztalható a sokféleség, különféle ínyenségek készülnek. Kolbászt, hurkát töltenek más-más ízekkel. Az esemény népszerűségét nagyban növeli, hogy az ide látogatók sokféle feldolgozási móddal találkozhatnak.
Ahogy telt az idő, és ahogy sorra készültek az ízletes disznóságok, hurkák, kolbászok, disznósajtok, úgy fokozódott a hangulat. A szervezők fánkkal, kürtős kaláccsal, pálinkával, forral borral kínálták az eseményre ellátogatókat. A nézelődők a standoknál elkészült ételeket is megkóstolhatták. Ebéd után muzsikusok kerültek elő. Volt, aki táncra perdült, de annál többen dalra fakadtak. Az esemény egyik, még a szervezők számára is meglepetésnek számító színfoltja volt, az Élő Emlékezet Egyesület által felállított, a régi csicsói disznóvágásokat felidéző fotókiállítás. Anyagát 15 csíkcsicsói háztól származó, mintegy 60 fotó alkotta. Az esemény rendezői úgy tervezik, a jövőben is folytatják a rendezvény megszervezését, csak egyelőre még nem tudják, melyik helységben.